Január végén indította el felnőtteknek szóló 8 hetes társastánc tanfolyamát az Iris Tánc Klub. Az egyesület tavaly szervezte meg először a felnőtt tánciskolát, amelynek akkora sikere lett, hogy a résztvevők társcsoportot alakítottak, és azóta is rendszeresen táncolnak együtt. A mostani kurzuson a standard és latin-amerikai táncok világába kalauzolták a résztvevőket. Kezdő felnőtt tánciskola vége, egy ösztánc. Azt gondolom, hogy 8 héten keresztül, ami volt itt a felnőtt tánciskolában, tehát különböző táncok, különböző sorozatok, vége felé egy ösztánc méltó zárása ennek a tánciskolának, hiszen amiket megtanultak táncokat, itt élő zenére ki kell találni, hogy milyen zene szól, és milyen táncokat tudnak rá táncolni, melyik lábbal kezdik, és mi lesz az a sorozat, ami arra a zenére illik. És azt gondolom, hogy ez méltó zárása ennek a tánciskolának. A kezdő tánciskolában 16 pár táncolt hétről hétre, az ösztáncra a tavalyi tánciskola növendékei is eljöttek, így a táncterem zsúfolásig megtelt. Kerekes Krisztina és Lipták Tibor 2014 őszén kezdtek el társas táncolni. Én annak idején jártam már tánciskolában, frissítésgyanánt kezdtem el, és utána itt ragadtam. Azóta csináljuk ezt a táncformát, táncolást, minek mondjam, társas táncot egyfolytában. Korábban már tanultak mind a ketten táncolni? Igen, én korábban szalszáztam 4 évig. Annak vége lett, és akkor sikerült, hogy indult ez a tánciskola, és akkor ide jelentkeztem. Miért tartják fontosnak magát a táncot? Társaságban vagyunk, megmozgat, kikapcsol. Így van, a napi stresszt egész jól le lehet vele vezetni. A társas tánc tanfolyamok népszerűsége bizonyítja, hogy sok felnőtt választja a táncot kikapcsolódás mozgásgyanánt. Ezért bár a mostani kurzus véget ért, lesz folytatás mind a kezdőknek, mind a haladóknak. Ősz folyamán tervezem, hogy lesz megint kezdő tánciskola, illetve a mostani kezdő tánciskolának egy haladó folytatása. Remélem, hogy lesz alkalom, illetve lehetőség erre, hogy megtöltsük ismét a tánctermünket.